hazánk az egyetlen parlamenti párt, amely hatályon kívül helyezné a trianoni diktátumról szóló törvényt. Következzék most országgyűlési képviselőnk, aki erre javaslatot is benyújtott, dr. Apát István. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves magyar barátaim, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és hát nagy tétben mertem volna arra fogadni, hogy nulladik bekezdésben, vagy nulladik napirendi pontként szólnom kell itt néhány kedves szót a 100-150 méterre ajvékolókhoz. És emiatt a biztonság kedvéért reggel égyomorra megittem 2 deciliter vaddisznóvért, és nagyon, nagyon keveset ettem, mert éhes farkas jobban harap. Nos, 12-14-en nyöszörögnek valamit, számunkra ismeretlen nyelven. Mind a 12-nek összesen van 4 osztálya, ebből 3 tánciskola. Illetőleg, hogy elnéztem a fizikvizsgájukat, mert a rendezvény kezdete előtt én is vizuális felderítést végeztem. Hát azt láttam, hogy némelyiket sebességbe se kell kapcsolni, már üresbe is lehetne velük szántani. Nem véletlenül alakult úgy, hogy a Mi Hazánk programja a virradat nevet viseli. Az ő programjuk, ha lenne olyan, akkor pedig az éjfél névre lenne elkeresztelve. Na de, hogy lezárjuk ezt a szakaszt, és valami érdemi dolgokkal, vagy érdemi kérdésekkel foglalkozzunk. Én a Horthy korszakból szeretnék kiemelni majd nagyon röviden 2 kiváló államférfit, olyan 2 kiválóságot, akikhez fogható az elmúlt 32 évben talán egy sem volt Magyarországon. Az egyiket Nagyatádi Szabó Istvánnak hívják, a másikat Klebelsberg Kunónak. És szeretném kiemelni természetesen mindenek felett a kormányzó úr egyedülálló tehetségét, hiszen ő az elmúlt 32 év vezetőivel ellentétben nem szenvedett önképzavarban, nem gyötörték tévképzetek, nem gondolta az, hogy mindent neki kell egy személyben eldönteni. Hagyta működni, hagyta kinőni a Nagyatádi Szabó Istvánhoz és a Klebelsberg Kunóhoz hasonló nagyságokat. És nem véletlenül említek egy agrárminisztert, és nem véletlenül említek egy oktatási minisztert, hiszen a mai világban a hagyományos, a fizikai értelemben vett táplálékra és a szellemi táplálékra egyaránt, az egészséges táplálékra egyaránt nagyon nagy szükség lenne. És egyben szeretnék felállítani párhuzamokat, ha úgy tetszik, összehasonlítást végezni nagyon röviden. Az 1920 és 1944 közötti időszak, valamint a mostani vagy az azóta eltelt időszak között. Nagyatádi Szabó István a gazdagoktól, a nagybirtokosoktól állami megváltással szerzett vagy vette el földet törvényes módon, és azt osztotta szét a szegény parasztság között. Ehhez képest ami történik? A nagytőkések fölvásárolják az egyre nagyobb számban csődbe jutó kis és közepes családi gazdaságok kicsinke, parcelláit, földbirtokait. Minden pontosan ellenkezőleg történik, mint akkor történt, és mint ahogy most is egyébként jó lenne, ha történne. Nagyatádi Szabó István abban az időszakban egy valódi világháborús pusztítás után nem csak földet osztott, hanem csatornázási, öntözési programot indított, és az agrárszakképzést is, ha nem is tökélyre fejlesztette, de sokat tett a mezőgazdasági képzés érdekében. Most gyakorlatilag azt látjuk, hogy igazán képzett munkaerőt sajnos a legtöbb esetben csak a megfelelő tőkeerővel rendelkező nagygazdaságok, tisztelet a kivételnek, nagygazdaságok tudnak alkalmazni. És engedjétek meg, hogy kitérjek a szellemi táplálékkal kapcsolatban arra az egyedülálló oktatási reformra, amelyhez fogható 32 éve várat magára. És talán ez egy kevésbé fókuszban lévő terület, de nem véletlen az, kedves barátaim, hogy annak idején az SZDSZ nevű szélső liberális formáció is kényesen vigyázott arra, hogy az oktatást és a kultúrát soha engedje ki a kezéből. Tudták ők is,
amik hatalmon voltak, hogy milyen fontos, tudták ezt dicső eleink is, 80-90 vagy 100 esztendővel ezelőtt. Hiszen ha megnézzük, hogy akkor egy világháborús pusztítás után a tanyavilágban, faluhelyeken létrehoztak mindenhol iskolákat, a középiskolákat jelentősen fejlesztették, 3500 tantermet, 1750 tanítói lakást építettek néhány év alatt. Most nem felépítenek, hanem leépítenek és visszaépítenek. És a tudományos életet is, a pécsi, a szegedi, a debreceni tudományegyetemet jelentősen fejlesztették, a naihoz képest töredék forrásokból. És amíg a gazdasági fejlődést, a költségvetés rendbetételét azokkal fizettették meg, akik az első világháború közszállításaiból dengeszre tömték a zsebüket, most a világháborút helyettesítő világjárvány következményeit az egyszerű emberekkel akarják megfizettetni. Horthy Miklósnak volt bátorsága ahhoz, hogy azoktól vegyen el pénzt, akiknél sok van. A mostaniak hallani sem akarnak a mi hazánk által szorgalmazott járvány szolidaritási adó bevezetéséről. A valódi szabadságharcot Horthy Miklósék és az ő miniszterei megvívták, a mostaniak pedig csak akkor szabadságharcolnak, amikor a saját hatalmuk megtartása érdekében van erre szükség. És hogy egy kicsit egyszerűbb, közvetlenebb hasonlatokat mondjak, a Horthy rendszerben volt becsülete a tanárembernek. Akkor a tanár tette rendbe a rakoncátlankodó diákokat. Most a diákok szülei és az ő népes családjuk, a közeli és távoli rokonság teszi rendbe a pedagógusokat. Mindezt úgy, hogy az elmúlt 12 évből 9 évig kétharmaddal kormányzott a magát jobb középnek hirdető kormányzó párt szövetség. A Horthy rendszerben a kormányzó úr irányítása alatt elképzelhetetlen volt, hogy a magyar rendvédelem dolgozóit, rendőröket, csendőröket bármilyen atrocitás érje, vagy ha érte, akkor annak brutálisan kemény következményei voltak. Volt tekintélye az egyenruhának, a csendőr egyenruhának, a katonai egyenruhának. Most azt látjuk, különösen vidéken, elsősorban, de nem kizárólagosan Kelet-Magyarországon, hosszú évek óta, hogy sajnos a rendőrség tekintélye rendkívül volt visszaesett, a legtöbb helyen megszűnt. Mindez köszönhető a félreértelmezett szabadságnak, ami inkább már szabadosságba csap át, ugyanis a szabadság nem azt jelenti, kedves barátaim, hogy mindenki azt csinál, amit akar. Következmények nélkül, kontroll nélkül. Aztán, ha tovább megyünk, egy világháború után egészségügyet teremtett a kormányzó úr. Most egészségügy helyett betegségügy van. Horthy Miklós húsvér katonákkal szemben megvédte Magyarországot. A mostaniak a láthatatlan ellenséggel sem bírnak. Horthy Miklóséknak bajonetvasakkal, közismertebb nevén szúrnyos puskákkal kellett szembenézni. És állták a sarat. A mostani vezetés pedig azt szeretné, hogy injekciós tűbe dőljön bele az egész ország. Hova jutottunk, hova süllyedtünk? 100 esztendő alatt. És ha belegondolunk abba, hogy akkor milyen egyszerű módszerekkel töredék a mostanihoz képest elenyésző forrásokból, nem volt még internet, online felület, fax, meg kukac, meg semmi, de volt hit, szeretet és meggyőződés. Kedves barátaim, akkoriban, 1920 és 44 között a 3-4 gyermekes család számított kis családnak. Most ez a kivételes ritkaságok közé tartozik. Mert lehetnek ugyan előremutató intézkedések, de sokkal nagyobb mértékben kellene támogatni az első és a második gyermekek megszületését. Mert nagyon helyes az, hogy a három vagy a háromtól több gyermekes családok többlettámogatásokat kapnak, véletlenül se akarjuk tőlük elvenni. De rá kellene jönni arra a rendkívül egyszerű igazságra, hogy hármas vagy négyesékek nagyon ritkán születtek. Ahhoz előbb meg kell születni az első, vagy a második gyermeknek is. És rendkívül egyszerű a demográfiai matematika. Ha két életből, természetesen mindjárt hozzáteszem, hogy egy férfiból és egy nőből
Szóval, ha két életből két élet sarjad, akkor nagyjából szinten tartjuk a nemzetet. Ha kettőből lesz legalább három, akkor kezdünk emelkedni, akkor van esélyünk a hosszú távú túlélésre. És ha belegondolunk abba, hogy a mai infrastruktúrához képest nem volt vezetékes gáz, nem volt víz, nem volt csatorna, milyen szegénységben éltek az akkori magyar családok, a 3-4 gyermek kis családok, gyakori volt akkor a 7-8 gyermek egy családban, milyen szegénységben, de mekkora szeretetben és összetartásban. Most atomjaira szedték a társadalmat, és a világháborút helyettesítő világjárvánnyal az x-edik, ki tudja hanyadik törésvonalat éket verték be a magyar társadalomba. Hány fontos kérdés, vagy kevésbé fontos kérdés mentén vert a balliberális csürhe, vagy éppen a Fidesz éket magyar és magyar közé. Itt a legújabb, oltottak és oltatlanok között. Nesze Sárta, itt egy púp, nincs még elég bajunk, az újabb ékverés. Hol van itt már az az összetartás, vagy szeretet, amely a Horthy rendszer kis családjait, nagy családjait jellemezte? Úgyhogy amikor itt a fejlődésről, visszafejlődésről, korszerűtlenről, vagy korszerűről elmélkedünk, akkor legyünk nagyon szerények. És tanúsítsunk több tiszteletet a mai technikai színvonalhoz képest talán korszerűtlennek tűnő, de valójában sokkal több emberi értéket, sokkal több emberséget hordozó, dicsőséges időszak iránt. Én most csak az idő szűkössége miatt néhány pillanatképet villantottam fel Vitéz nagybányai Horthy Miklós életművéből és az ő két kiváló miniszterének a munkásságából. Engedjék meg nekem, így a sorsdöntő országgyűlési választások előtt már kevesebb, mint két hónappal azt, hogy két nagyon fontos gondolatot még elmondjak, két nagyon fontos üzenetet lelkesítésként, jó értelemben vett feltüzelésként eljuttassak önökhöz, hozzátok. Az egyik, szilárd meggyőződésem már nagyon sokszor eszemben volt, most végre nem felejtem el, most elmondom. Az én meggyőződésem szerint, az én történelemismeretem szerint azoknak a magyar embereknek, akik helyesen, pontosan ismerik a magyar történelmet, akik úgy ismerik a magyar történelmet, ez valójában megesett, csak és kizárólag anatómiai értelemben dobokhat bal oldalon a szívük. A másik fontos üzenetem, hogy minden elhallgatás, cenzúra, gáncsoskodás, kitiltás, betiltás, sportszerűtlenség ellenére biztosak lehetünk abban, hogy sikerre vagyunk ítélve, kedves barátaim, hiszen a magyarok életösztöne, a magyar élni akarás az olyan, mint a víz. Mindig megtalálja a maga útját. Köszönöm, hogy meghallgattatok!